Közügyek, hétköznapi történések, minden, ami önt is érdekelheti, őszinte beszélgetések, vallomások. Bétó a podcastja. Vendéget köszöntök a stúdióban, itt van velünk Bárány Zoltán, aki a Miskolci Bartók Béla Zene és Tánc Művészeti Szakgimnázium igazgatója. Annak apropóján kezdünk el beszélgetni, hogy új helyre költözött az iskola, már mint az új épületet kaptak. Hol? Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, köszönöm a lehetőséget. Az intézményünk új székhelyintézménnyel bővült, székhelyintézmény kaptunk Miskolcon a Csengelyi utcában, és ez egy gyönyörű, szép patinási épület. Mert eddig a zenepalotában voltak, ugye? A zenepalota volt a, az intézmény székhely intézménye, és jelenleg is zajlik ott a zeneoktatás, és hosszú távon is fog zajlani ott a zeneoktatás. A, a Szakgimnázium közismereti képzése és jó néhány elméleti csoportos képzése kapott új helyet a Csengely utcai épületben. Tehát gyakorlatilag az elméleti oktatás folyik majd ott, és egyébként különböző hangszerekkel való hát, munkához mennek a zenepalotába. Így van. Egy kis történeti visszatekintést tegyünk, tehát ez az iskola mikor alakult, milyen céllal, mennyi diákja van, és hát különösen mit, mit oktatnak főként. Hosszú múltra tekint vissza az intézmény, <coughs> igazából az 1800-as évek végére is vissza lehet uh, nyúlni írásos dokumentációkban. Uh, igazából ahonnan datálódik az intézmény az 1927, amikor is uh, akkor Miskolc város lakói kezdeményezték, hogy, hogy igenis Miskolcon olyan uh, híres és neves és olyan jól fölkészült uh, zeneművészek oktatnak, uh, akkor még nem feltétlen intézményi keretek között, hogy Miskolc város lakosság akkor úgy döntött a, a, az akkori városvezetőséggel, hogy az intézményi formát egy nagyon szép épületben kifejezetten a zeneoktatás céljára építenek. Ez lett a zenepalota. Annak idején ezt közadakozásból, tehát tégla egyek vásárlásával építette föl a város. Mint a Nemzeti Színházunkat. Például, mint a Miskolci Nemzeti Színházat és 1927-ben kezdődött meg a szervezett ö, zeneoktatás, akkor még Huba Ilyenő Zeneiskola ö, ö, néven. Majd sok-sok törekvés, sok-sok munkával, az akkori ö, igazgatók töretlen ö, szakmai munkájával megalapozódott a, a szakközépiskolai ö, múlt, ö, és az 1950-es évektől, amikor Bevezetődött úgymond a, a közoktatási része is a, a, az intézmény életében, amikor is már nem csak zene, hanem közismereti képzés is elindult. Ezt követően 56-ban szakközépiskolai jogcímen folytatódott az oktatás, és ennek, ennek gyakorlatilag a mai formáját is követve közismereti oktatás és művészeti oktatás is zajlik az intézményben. Mennyi tanulója van az intézménynek? Jelenleg az intézmény növendék létszáma 144 fő. Ez egy ilyen nagyvárosban jó létszám, kevés sok. Azt szoktuk mondani, hogy hogy, hogy a jó növendékből sosincs elég. Tehát mindig, mindig szeretnénk többet és többet, de azt gondolom, hogy az iskola specialitása abban rejlik, hogy, hogy hozzánk érkező diákokat mi egy komoly szűrőnek, komoly rostán veszük fel az intézményben. Tehát itt elsősorban a szakmai. Tehát zenei hallásának kell Zenei hallás, lenni. és hát most már egy jó pár éve tánc oktatással is foglalkozunk, tehát komoly képességmérésen esnek hát a növendékek, hogy bekerülnek. Tehát ilyen szemmel nézve a 144 fő az egy nagyon szép létszám, tekintve azt, hogy a 144 növendék, aki hozzánk érkezik, ők nekik eltökélt szándékuk, hogy az választott, hangszeren vagy a választott táncformában szeretnének tovább tanulni, felsőfokú intézményben, idővel tanárokká, előadó művészek kíválva. Tehát gyakorlatilag párhuzamosan tanulják a táncot és a zenét, vagy azt a bizonyos hangszert, amit választottak? Nem, hanem, hanem a hozzák érkező növendékek előző iskolájukban alapfokú tanulmányaik során például néptáncot tanulnak, és nálunk a szakgimnáziumban a közismereti képzés mellett emelt szinten néptáncot oktatnak. De ritka az az eset például, hogyha valaki táncos, képzésen vesz részt nálunk, zene oktatásban is tanul, ugyanis a kettőt nagyon nehéz összeegyeztetni. Tehát akkor vagy az egyik, vagy a másik. Milyen tánc van még a néptáncon kívül? Kortás modern tánc. Melyiken vannak több, melyik szakon, tehát a hangszeren való tanulás a, a, hát hogy is mondjam, divatosabb, vagy azt szeretik jobban, vagy pedig a táncot? Hát az iskola történelmét és hagyományait tekintve jelen pillanatban lényegesebben több a zeneművészeti ágon tanulók száma. Ez abból is eredhet, hogy egy részről, hogy, hogy ahogy említettem, több mint száz éves múltra tekint vissza a miskolci zeneoktatás, illetve a másik ok az, hogy a zeneművészeti ágakon sokkal több ö, ö, hangszer és sokkal több tanszak választható. A táncképzésen ugye az említett két ö, szak ö, választható, és ö, ö, gyakorlatilag ez a két összetevője a növendék létszám arányainak alakulása során. Milyen hangszert oktatnak egyébként? Hát ott kezdeném, hogy a, a zeneművészeti ágon négy fő típusú képzés van nálunk, az egyik a klasszikus zene, egyház zene, jazz zene és a népzenetanszak, és ezen belül a klasszikus zenén belül mindenféle húros-vonós hangszert oktatunk, a fúvós hangszerek közül is van fafúvós, részfúvós, hosszas a felsorolás. A népzenetanszakon van népi húros népi fúvós, népi ének, a jazz tanszakon jazz gitár, jazz zongora, jazz ének, jazz szakszofon. Tehát körülbelül 50 féle képzés van a zeneművészeti ágon. A diákoknak meg kell vásárolniuk a hangszereket, vagy ezt az iskola tudja adni? Hál' Istennek jó helyzetben állunk, abban a tekintetben, hogy nagyon jól felszerelt az intézményünk. Természetesen ezek a hangszerek mindig használódnak évről évre, aktuálisan válik a hangszerpark felújítása, illetve új hangszerek beszerzése, de elmondható, hogy 90%-ban biztosítjuk a gyerekeknek a hangszereket. Mert egyébként elég költséges is lenne, gondolom már, mint a szülőknek, hogyha meg kellene venni a hangszer, különösen mondjuk egy zongoráról lévén. Szó. Le, igen, igen. Az intézményük most előfelvételét szervez, mikor és milyen szakokra? 2023. november 20-án és 21-én szervezzük meg a hagyományos előfelvételi meghallgatásainkat, táncpróbákat, és ezeken a napokon nyílt napokat is hirdetünk, minden zene művészeti ágon és minden tánc művészeti ágon, amit az iskolánkban oktatunk, hirdetjük a felvételi tájékoztatóban, és hát ez a két nap ez arra aktuális, hogy a, hogy a a művészi pályán jeleskedő diákok, akik hosszú távon szeretnének és magas szinten tanulni, betekintést nyerhetnek az iskola életében, megtekinthetik a, a, az épületeinket, az infrastruktúrális körülményeket, és megismerkedhetnek személyesen a, a, a szakmai tanárokkal. Jelentkeznek ide olyan kisdiákok is, akiknek nincs elő tanulmánya, gondolok itt mondjuk a táncra. Ritka az az eset. Hogy, Tehát általában ö, már olyan iskolából én, jön, ahol már tanulta. Igen, igen. Ez a zenére is elmondható, meg a táncra is? Igen, de itt azért szeretném azt kiemelni, hogy, hogy elsősorban nem feltétlenül az éppen aktuális tudásszint, a, a mérvadó egy-egy felvételi eljárás során, hanem ahogy említettem is, képesség-készség és képességfelmérésen esnek át a gyerekek. Tehát nyilván itt mérjük a, a, a tanulmányaikat, hogy, hogy eddig milyen szintet értek el, illetve azokat az affinitásokat, azt a fajta tehetséget próbáljuk kiolvasni ezeken az alkalmakon, hogy, hogy a jövőben mire számíthatunk az adott növendékkel. Tehát, hogyha valakinek például nagyon jó ö, ö, technikai készsége van egy adott hangszeren, de még nem tart középiskolai, szaggimnáziumi színvonalon, az nem kizáróak, hisz az előfelvételitől még a, az éles, mondjuk így éles felvételig még jó pár hónap ö, eltelik, és akkor tudjuk mérni a kettő közti időben tett ö, ö, törekvéseit, fejlődését. Vannak úgymond ö, olyan szakok, amire túljelentkezés van, és van olyan, amire meg mondjuk nincs diák? Túljelentkezésről sajnos a művészeti ágazatokban nem tudunk az elmúlt jó pár évben, évtizedekben beszélni. Vannak olyan szakok, amik nagyon stabilak, és mindig... Milyen mindig. szakok ezek például? Ez például a zongora, ez például a, a, elmondható most az elmúlt években, hogy a népzene tanszak, a fafúvós tanszak, azon belül is a fúvala, hangszer, blokkfőte, ezek nagyon népszerű hangszerek, és, és, vannak a kevésbé népszerű hangszerek, amik, 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 nem azért, mert nehezek, hanem egyszerűen, egyszerűen kevés a, a jól fölkészült szakember alapfokon. Melyik isker. hangszer ez például? Ez például a fagott, ez például az oboa hangszer. Aha. Akik itt végeznek, diákok ebben a, ebben a zene- és táncművészeti szakgimnáziumban rendszerint hová mennek utána tovább tanulni? Elsősorban a, a, az iskolánk ö, kifutása, a végcél a felsőfokú művészeti ö, intézmények. Itt ö, értem itt a Miskolci Egyetem Bartók Béla zene-művészeti karát, de több növendékünk is, hál' Istennek elmondható, és ez szakmai munkánkat is dicséri, hogy a, a Zeneakadémián is nagyon sok növendékünk folytathatja tanulmányait, de de az ország több pontján is tanulnak, például legutóbb tavaly év végén egy növendékem a, a Pécsi Egyetemen tanul tovább. Jellemző egyébként a szakmára, hogy hogy a felvételizők nagy százaléka nem elsősorban várost és intézményt keres, hanem, hanem szakembert. Tehát adott, és van szakember egyébként? Hál Istennek nem küzdenek Hál' Istennek elmondható az iskolánkról is, meg, meg a felsőfokon működő intézményekről is, hogy kiváló szakemberek oktatják a, a különböző szakokon a hangszereket, vagy éppen a táncot. Éppen most készítettünk interjút nem túl régen a Barta Ildikóval, aki ő, hát eléggé hát híres lett, mondjam ezt, ja, vagy hát tanára. egyáltalán, és az önök iskolájának a tanára, igen. Igen. Tanára, Ugye négy év után a diákok itt érettségét kapnak, és hát gondolom, hogy miután ez egy szakgimnázium, valamilyen szakosító bizonyítványuk is van. Így van, tehát a, a, alapvetően a, a, az iskola háromféle képzési formában ő, oktat. Az egyik a párhuzamos nappali képzés, ami azt jelenti, hogy hogy a diák hozzánk jár közismereti képzésre és művészeti képzésre is. Van a vendéghallgatói jogviszony, ami régebben úgy hívták, hogy szakma is, tehát más ö, ö, gimnáziumban folytatja tanulmányait, ö, hozzánk pedig ö, az, az választott szakot ö, tanulja. És akkor van még emellett... Például, a, bocsánat, hogy közbeszólok, mondjuk jár a Földes Ferenc gimnáziumba, de zenét tanulni önökhöz jár. Így van. Ilyen így így van. is lehet. A több is uh -huh. saját növendéken uh -huh. is volt, aki, uh -huh. aki így végezte a két intézményt, és nagyon eredményesen azóta egyébként zenével tanul tovább, és jelenleg a, a Miskolci Egyetem zeneművészeti karon folytatja tanulmányait felsőfokon. És a harmadik képzési forma, az pedig az érettségére épül, tehát annak az a feltétele, hogy érettségi bizonyítványa van, és nálunk két éves szakmai képzésen vesz részt, ezt most felnőtt képzésnek hívjuk, és ennek a végkimenete a szakmai vizsga, szakképesítő vizsga. És ez levelezőn történik, vagy nappali, nappali tagozaton? Nappali, nappali és esti ö, ö, oktatási formában és hát itt nagyon magas, emelcintű szakmai órákat kapnak a diákok, ugyanis nekik két évük van arra, hogy fölkészítsük őket a, a szakmai vizsgára, vagy és még mellette az egyetemi felvételére, míg a párhuzamos vagy vendéghallgatói státuszban tanulóknak van négy, illetve öt évük, mert alapvetően a, a párhuzamos képzésen tanuló diákokat mi öt évre vesszük fel, ez azt jelenti egészen pontosan, hogy az érettségi vizsgát a negyedik év végén teszik le, és az ötödik, tizenharmadik év folyamon pedig szintén szakképesítő vizsgával zárják a, a, a szakgyümnáziumét, tanulmányaikat. Tudom azt, hogy az iskola növendékei általában részt vesznek ilyen országos szakmai megmérettetések is. Az idén gyulán voltak. Milyen eredménnyel? Meg kell, hogy mondjam, hogy a, a Gyulai Diák Fesztivál ez egy örömünnep a, a szakgimnáziumunk számára, ugyanis mindenféle képzési formánkra. Hirdetnek versenyt, magas szakmai nívóval és eredményekkel térünk haza. Itt ebben az évben indultunk táncművészeti ágon, néptáncosok és kortás modern táncosok is voltak tőlünk, illetve klasszikus zenei ágon is több versenyeredményt, első-második országos eredménnyel tértünk haza táncművészeti ágon pedig kiemelt külön díjjal érkeztek haza a növendékek, illetve a külön díj magával hordozta, hogy Gyulán például vendégül látták őket három napig egy fesztivál keretén belül. Tehát de emellett a, nekünk az éves programunk gyakorlatilag arra is épül, hogy az oktatási hivatal által szervezett országos versenyek szinte mindegyikén részt veszünk, részt tudunk venni. Tehát ez nem egyfajta kényszer, hogy bárki is kényszerítene minket, hanem egyfajta szakmai igény, hogy a hozzánk járó diákokat meg tudjuk mutatni országos plénum előtt. Még egyszer mondjuk el egy beszélgetésünk végén, hogy mikor van az előfelvételi, és hát mire készüljön az, aki ide szeretne az önök szakgimnáziumába jelentkezni? Mire készülhet? Arra készülhet, hogy csodálatos környezetben, a zenepalota épületében, illetve most már mondhatjuk nagyon nagy örömünkre, hosszas, hosszú évek Eredményeképpen a Csengely utcai épületünkbe betekintés nyerhetnek, megnézhetik a környezetet, hogy mennyire jól fölszerelt, és itt szeretném megemlíteni, hogy nagy köszönet a, a, a fenntartónak a Miskolci Tankereti Központnak és a Miskolcváros Önkormányzatának, hogy ezt lehetővé tette számunkra. Tehát megnézhetik a oktatási feltételeket, megismerkedhetnek a, a szaktanárokkal, az osztályfőnökökkel, a közismereti tárgyakat tanító ö, ö, tanárokkal, és hát ö, egy picit kis betekintést engednek ők is ö, számunkra, hogy éppen az adott hangszeren, vagy éppen a tánc ö, tudásukban milyen szinten állnak, és hát igyekszünk őket ö, nagyon jó tanácsokkal ellátni. A tehetség az rögtön megmutatkozik? Én úgy gondolom, hogy igen. Igen. Tehát ahhoz elég egy pár pillanat a hang szerint. Tehát ahogy hozzááll, ahogy a kezében tartja, vagy ahogy a zongora mellé ül valaki, az, az, az egy pár pillanat alatt érezhető. De ez egy nagyon összetett dolog. Tehát van a, van a tehetség, és van a képesség. Tehát valaki nem feltétlen. Melyik fontosabb? Nem tudom ezt rangsorolni. De talán azt gondolom, hogy, hogy láttam már sok sok uh, igazán nevezük őstehetséget uh, elkallulni uh, dízőjelben az évek során, azért mert a képessége nem volt meg ahhoz, hogy kitartó legyen, hogy, hogy a képessége nem volt meg ahhoz, hogy a, a gyakorlását, az ő saját maga fölkészítését a szakmai életre, uh, ezt jól be tudja ütemezni. Talán ez a kettő, hogyha összeáll, akkor... Akkor, akkor beszélgethetünk igazán ö, géniuszokról. De láttam sok olyat már, aki nem mondhatni nagy, ö, nagyon kimagasló tehetségnek, de hihetetlenül volt. volt, hihetetlenül intelligensen állt a dologhoz, fölismerve a hiányosságait, és én azt gondolom, hogy az az igazán nagy ö, 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 tehetség, aki a képességeit nagyon jól tudja összpontosítani. Ön egy fiatal ember, aki igazgatója lett most ennek az intézménynek. Vannak-e valami olyan tervei, ami eddig nem volt az iskolába, és beszélhetünk róla? Hogy nem. Ebben a tanévben, illetve ettől a tanévtől nagyon komoly beiskolázási programmal készültem a kollégáimmal együtt és ennek például részét képezi az, hogy ha már ilyen szerencsés vagyok, hogy ezt a lehetőséget én megkaptam, hogy ennek a nagyon nagy múltú és fantasztikus iskolának és ennek a nagyszerű tantestületnek lehetek a vezetője, hogy, a, hogy, a, hogy egy kicsit arra fókuszálva, hogy az összművészeti, fúzió, tehát hogy a zene és a tánc együttállását színpadra vinni. Ennek rendhagyó módon, de hagyományt teremtő módon május 16-án lesz egy bemutató a művészetek házában, ahol, ahol a zene és a tánc művészeti ágak egyesülve egy egy hatalmas Bartók, gála, bartók Gálát fogunk adni. Legyen ez a végszónk. Én köszönöm szépen Bárány Zoltának, a Miskolci Bartók Béla Zene és Táncművészeti Szakgimnázium igazgatójának, hogy itt volt velünk, és beszélhettünk mindenről, különösen a felvételiről, illetve az előfelvételiről. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm a lehetőséget.